Ez a Híradó 8 órakor az M1-en, Hevé Lórend vagyok. Jó reggelt kívánok! Jobban van az a magyar család, amely Horvátországban sérült meg a stráda balesetben. Csak az M1-nek nyilatkozott az a zágrábi orvos, aki kezeli őket. Azt mondta, hogy a gyerek már rajzfilmeket néz, az anya pedig folyamatosan látogatja a férjét. Ha minden jól alakul, akkor egy hét múlva kiengedhetik őket, és esélyes, hogy teljesen felépülnek. A stráda baleset egy hete volt, amikor egy BMW-s 150-nel rohant bele a magyarokba fékezés nélkül. A horvát sofőr vérében többféle drog is volt. Mindhárman kommunikálnak, már nem szorulnak intenzív ellátásra. Abban bízunk, hogy egy héten belül elhagyhatják a kórházat, és maradandó következmények nélkül megússzák a balesetet. Szándékosan kapcsolhatta ki a vészjelzőt az ukrán kapitány a Dunai hajóban esett előtt. Ezt a Hablányt üzemeltető cég egyik ügyvédje állítja, aki súlyosabb büntetést kér majd az ukrán kapitány ellen. Közben kiderült az is, hogy a Viking szégünk kapitánya a baleset után nem tudta, hogy pontosan mit kell csinálnia. Mécsesek és virágok emlékeztetnek a Hablány tragédiájára a Margit hídnál. A mai napig folyamatosan érkeznek az emberek a baleset helyszínére, hogy lerúják a kegyeletüket. 25 dél-koreai turista, a magyar kapitány és matróza vesztette életét. A legfiatalabb áldozat 6, a legidősebb 71 éves volt. Egy embert továbbra is nagy erőkkel keresnek. A rendőrség egységei megállás nélkül járőröznek a vízen és a szárazföldön. A kutatás dél-koreai búvárok is segítik. Másfél hónappal ezelőtt, május 29-én este ütközött össze a Viking szigin és a Hablány, amely 7 másodperc alatt elsüllyedt. A szerencsétlenségről folyamatosan derülnek ki az újabb részletek, a szemtanúk megrázó vallomásokat tettek. A szállodahajó egyik utasa arról számolt be, hogy a kis hajó a nagy elé fordult és eltalálta ekkor a fedélzetről, két nő a vízbe ugrott. A Viking szigin matróza a kabinja ablakán keresztül látta, hogy egy embert visz a víz, és hallotta azt is, ahogy sikoltozik. Egy Pamela nevű nő pedig azt mondta, hogy mentő mellényeket dobtak a vízbe, de csak azok jöttek fel, emberek nem. A Dunán felvonult egy hajó a parlament előtt, az a neve a hajónak, hogy Hablány. Emberek vannak a vízben, megálltunk egy csomó városnéző hajóval. Ez volt az első bejelentés 10 perccel az ütközés után egy közelben lévő városnéző hajóról egy idegenvezető kért segítséget. A hívás után nagy erőkkel érkeztek meg a helyszínre a tűzoltók, mentők, rendőrök, búvárok, önkéntesek és különböző mentőegységek. Közben civil hajókról már mentették a vízbe esett embereket. A Viking szigén azonban nem állt meg segíteni. A felelősség egyértelműen a szállodahajó kapitányát terheli. Videófelvételek és tanúvallomások is azt bizonyítják, hogy egyedül ő állt a kormány mögött, amikor a baleset történt. Ráadásul szándékos gondatlanságot követett el azzal, hogy kikapcsolta a vészjelző berendezést. Erről a sétahajót üzemeltető vállalat jogi képviselője beszélt az M1-en. Sógor Zsolt elmondta, indítványozzák a vád módosítását, hogy súlyosabb ítéletet lehessen hozni. Ez egy szándékos cselekmény, és ez is vezetett ahhoz, hogy ő nem észlelte az előtte menő Hablányt. Ugyanis másfél perccel az ütközés előtt a radar jelezte azt, hogy ütközni fognak a vektorokból. Ez egy nagyon modern számítógépes műszer, és képes ilyesmire. Most ebben az esetben viszont a büntetési tétel is más, mert ez 5-től 15 évig terjedő szabadságvesztéssel büntetendő. A Viking szigin ukrán kapitánya a Hablány tragédiájának egyetlen gyanúsítottja, jelenleg bűnügyi felügyelet alatt áll, tagadja, hogy hibázott volna. Európának be kellene fogadnia a migránsokat, erről a német Sea-Watch hajó kapitánya beszélt, amikor kihallgatták az olasz ügyészek. A kikötő hiába volt lezárva, a kapitány mégis behajózott, hogy Olaszországban tegye ki a bevándorlókat. Brüsszelben közben egyre többen beszélnek arról, hogy az Afrikából érkező migránsokat szét kellene osztani az Unióba. Hidvigi Balázs, a Fidesz EP képviselője arról beszélt, hogy a szigorúbb határvédelem miatt kevesebb bevándorló halt meg a földközi tengeren. Az Európai Unió külső, szárazföldi és tengeri határait meg kell védeni. Az embercsempészethez asszisztáló NGO hajók működését meg kell akadályozni, meg kell különböztetni a gazdasági bevándorlókat a valódi menekültektől, és a segítséget kell odavinni, ahol a baj van, nem pedig a bajt idehozni. A határvédelem nem csak Európát védi, hanem emberéleteket is ment.
Ha végre világossá tesszük, hogy nincs értelme elindulni lélekvesztő csónakokkal Afrikából, akkor senki nem fog a tengerbe veszni. Az mostani új vezetés lehetőséget kapott, hogy végre cselekedjen józanul. A bevándorlás pártiak újra megpróbálták elérni, hogy kötelezővé tegyék a földközi tengerről kimentett illegális migránsok szétosztását, de a V4-ek ezt elutasították. Erről a belügyminisztérium államtitkára beszélt Helsinkiben. Kontrát Károly az uniós belügyminiszterek találkozóján azt mondta, Magyarország továbbra is elutasítja a migránsok betelepítését. A kormány álláspontja szerint nem a migránsokat kell beszállítani és szétosztani, hanem a határokat kell megvédeni. Szerinte a tisztázatlan hátterű NGO hajók működését is meg kell akadályozni. Kontrát Károly hangsúlyozta, Helsinkiben a V4-ek újra megmutatták, hogy egységes és erős álláspontot képviselnek. Terrorrazzia volt Németországban. A rendőrök több lakást is átkutattak, mert azt feltételezték, hogy merényletekre készülnek az iszlamisták. A német sajtó szerint a nyomozók egy úgynevezett német-libanoni szálon indultak el. Egy 30 éves férfiról kiderítették, hogy kapcsolatban áll a szélsőségesekkel. A lakásban USB-ket és mobiltelefonokat is lefoglaltak, 6 embert pedig őrizetbe vettek. Egészségügyi dolgozókat, orvost és tolmácsot vettek őrizetbe Görögországban, mert a gyanú szerint orvosi igazolásokat gyártottak a bevándorlóknak. A migránsoknak eredetileg el kellett volna hagyniuk az országot, de ezekkel a papírokkal Görögországban maradhattak, vagy tovább jöhettek Európába. Úgy tudni, hogy 160 ezer forintnyi eurót kértek a hamis papírokért fejenként. A görög rendőrség közben egy 9 fős nemzetközi csempészbandát is felszámolt. Ők a gyanú szerint Törökországból szöktették a bevándorlókat Görögországba hónapokon keresztül. Naponta 11 keresztényt ölnek meg a hite miatt a világban. Erről Washingtonban beszélt a magyar külügyminiszter. Szijjártó Péter szerint a nemzetközi szervezetek nem beszélnek nyíltan erről, ezért a keresztény országoknak ki kell állniuk az elesettek mellett. Ahogy mondta, a magyar kormány álláspontja az, hogy a segítséget kell odavinni, ahol a baj van. Szerinte ezzel lehet elérni, hogy az emberek helyben maradjanak és ne induljanak el tömegesen Európába. Szijjártó Péter arról is beszélt, hogy a magyar kormány a Hungry Helps programmal sokat tudott segíteni azoknak, akiket a vallásuk miatt üldöznek. Joggal lehetünk büszkék arra, hogy több mint 1200 család azért költözhetett vissza a korábbi lakóhelyére a Közel-Keleten, mert felújítottuk a lakóházaikat. Joggal lehetünk büszkék arra, hogy Libanonban 33 keresztény templom felújításában vettünk részt. Jelenleg 3 keresztény kórház működési költségeit álljuk Szíriában, és több iskolát is építünk a Közel-Keleten, és több afrikai keresztény, alapvetően katolikus közösséget segítünk abban, hogy átvészeljék a nehéz időszakokat. A magyar kormány örül annak, hogy Ursula von der Leyen lett az Európai Bizottság új elnöke. Erről Gulyás Gergely beszélt a Kormányinfón. A miniszter megismételte, hogy a német politikust a jobboldaliak többsége megszavazta az EP-ben, a legtöbb baloldali viszont nem. Ezért a magyar kormány úgy látja, hogy Ursula von der Leyen a jobb-közép, illetve a jobboldal szavazataival lett bizottsági elnök. Többször elmondtuk, hogy van bizalmunk a jelölt irányában, azt is elmondtuk, hogy ez egy megelőlegezett bizalom, de úgy gondoljuk, hogy nagyon fontos, hogy a kormány és a kormánypárti képviselők támogatása feltétlenül szükséges volt ahhoz, hogy a korábbi miniszterasszony az Európai Bizottság elnöke lehessen. A magyar kormány és a visegrádiak támogatása nélkül nem lehetett volna jelölt, a kormánypárti képviselők szavazatai nélkül pedig nem lehetett volna megválasztott bizottsági elnök. Magyarországon a jövő évi büdzsé nyertesei a családok, erről a kormány szóvivő beszélt az M1-en. Ollék István azt mondta, hogy jövőre több pénzt fordítanak, ugyanakkor a biztonságra, az egészségügyre és az oktatásra is. Babaváró támogatás, nagycsaládosok autó vásárlási kedvezménye. Ezeknek az esetében úgynevezett felülről nyitott kerettel számol a költségvetés, tehát hogy annyi pénzt fordítunk erre, amennyire szükség van. Tehát ez az egyetlen egy olyan kiadás, aminél a kormány örül neki, hogyha minél több a kiadás. Tehát legnagyobb nyerteseinek a költségvetésnek a családok. Modern eszközöket kapott egy szakrendelő Budapesten a 16. kerületben.
A 75 millió forintos beruházás után sokkal pontosabban tudnak majd dolgozni az orvosok. Ez a fejlesztés is része az Egészséges Budapest programnak, amelyben fővárosi és Pest megyei kórházakat és rendelőket újítanak fel. A kormány szerint a program jól halad, a fejlesztésekre 700 milliárd forintot különítettek el. Szlovákiának módosítania kell az állampolgársági törvényt, így tudja a pesti srácok. A Portán szerint ez abból a levélből derül ki, amelyet az ügyben eljárást kezdeményező Lomnici Zoltánnak, az Emberi Méltóság Tanácsa elnökének küldtek. Szlovákia 2010-ben módosította az állampolgársági törvényt, amivel kizárta a kettős állampolgárság lehetőségét. Ha ezt mégis módosítják, akkor sok magyar kapná vissza a szlovák állampolgárságát, azok, akiktől Szlovákia azért vonta meg, mert hogy felvették a magyart. A napokban az új szlovák államfő is utalt ilyesmire, Zuzana Csaputova ugyanis úgy fogalmazott, nincs kifogása a kettős állampolgárság ellen. 10 megsérültek itthon, amikor mikrobusz és kamion ütközött az M5-ösön. A kisbuszban valószínűleg elaludt a sofőr, nekihajtott egy kamionnak, aztán átszakította a vadkerítést és a pálya mellett állt meg. Úgy tudni, hogy 6 gyerek és 4 felnőtt volt a kisbuszban, szerb vendégmunkások, illetve a gyerekeik. A sérülteket a mentők kórházba vitték.